Áprilisban műtöttek másodszor keresztszalaggal. Ezután keresgéltem, hogy mi lenne a legjobb nekem, melyik lenne a legjobb rehabilitáció. Ekkor Lukács Tihamér csapattársam ajánlotta, hogy keressem meg Tóth Ákost, és leültem vele beszélni. Amit elmondott, az nekem nagyon tetszett, ki is próbáltam, és végül is az egész rehabilitációt a TRX-el csináltam, ami körülbelül 7 hónapba telt. Egy részletes anamnézist követően Szabolcs rehabilitációjának első fázisát képezte a sérült végtag teljes izületi mozgástartományának helyreállítása, illetve ezt követően, vagy nevezhetném azt, hogy ezzel párhuzamosan a térd izületet körülvevő izmok és a törzs stabilizációjáért felelős minden izom megerősítése, külön figyelmet szentelve a proprioceptikus gyakorlatokra. Az Ákossal 4. vagy 5. héten kezdtem el a munkát, nagyon alapgyakorlatokkal kezdtünk, és haladtunk egyre a bonyolultabb feladatok felé. Úgy tudom, hogy a rehabilitáció sokkal gyorsabban zajlott, annak ellenére, hogy a műtőorvos azt mondta, hogy itt sokkal óvatosabban kell haladni, mivel 9 hónap alatt másodszor sérültél. Ennek ellenére úgy tudom, hogy nagyon gyorsan tudtatok haladni, és lényegében most az utolsó hónapokban nagyon komoly gyakorlatokat is el tudtál végezni. Igen, az orvos azt mondta nekem, hogy ebbe az évben nem is nagyon lehet számítani arra, hogy én pályára tudjak lépni, mert mindennel azt mondta, hogy óvatosabban kell, mindent óvatosabban kell csinálni. A rehabilitáció jelentőségét én nagyra tartom, bár én alapvetően operálok, mert a műtét csak egy része a gyógyulásnak, legalább olyan fontos, és semmilyen sem kevésbé fontos a rehabilitáció. És ennek egy aktívabb részében más módszereket is igénybe veszünk. A TRX mellett még dinerpárnát, jumpert, rópot, kettlebellt, medicinlabdát, aquabaget, illetve sloshpipe-ot, minden olyan eszközt igénybe vettünk a rehabilitáció során, ami Szabolcsot igazából egy instabil testhelyzeti állapotba hozta, illetve annak helyreállítására vagy kiküszöbölésére kényszerítette a testét. Szerinted lenne létjogosultság mondjuk akár a magyar labdarúgásban a külföldi pozitív példákat ismerjük, Liverpooltól az AC Milánig, az AS Rómáig, vagy akár a National Elfet is mondhatnánk, hogy használja a TRX-et. Én azt gondolom, hogy a sportolók sérülésmentessége, főleg aki ebből él és profi szinten űzi, nagyon fontos. Mit gondolsz te erről, hogy preventíve a TRX-nak a beépítése, van ennek létjogosultsága a labdarúgásban? Én mindenféleképp úgy gondolom, hogy igen, és ezt nagyon sok csapattársam, sőt mindenkinek elmondtam, hogy ez mennyire jó dolog. Egy pár csapattársam már volt is, aki is próbálta, és mindenkinek nagyon tetszett, és én szerintem a jövőben remélhetőleg csapatszinten is fogunk járni, de mindenféleképpen a csapat előnyére szolgálna, ha el tudnánk jönni. TRX, mint rehabilitációs eszköz, számomra beváltotta hozzáfűzött reményeket, mindaz eredmények tekintetében is, hiszen köztudottan Magyarországon semmilyen más olyan multifunkcionális eszköz nincsen, ahol ennyire széles körűen tudunk dolgozni egy sérült vagy nem sérült személlyel. A sérüléstől függetlenül Szabolcs minden gyakorlatot a teljes mozgástartományban biztonsággal tudott végrehajtani, hiszen az eszköz lehetőséget nyújt arra, hogy saját magunknak segítséget nyújtsunk a gyakorlat végrehajtása során. A TRX ugyanúgy egy fontos része, egy bizonyos aktív fázisban nagyon nagy előnyöket rejt magába, ezt láttam a Kanta Szabolcsnál is. Milyen tervek állnak még előtted? Hát a tervem az, hogy ne sérüljek meg elsődlegesen, és a legfőbb célom az, hogy tudjak focizni, mert ez a másfél év ez nagyon hosszú volt, nagyon hiányzik a foci, és tényleg az az elsődleges szempontom, hogy minél több meccset tudjak játszani még, mert nem szeretném befejezni.